Ön szerint mekkora visszatartó ereje a pedofil nyilvántartásnak? Azért merül fel a kérdés, mert Élő Anita a Válasz Online-on megírta, hogy a szülők tulajdonképpen nem tudnak rákeresni ebben a kormány által propagált rendszerben arra, hogy a gyermekeik, illetve a családoknak az élőhelyén, lakóhelyén vannak-e pedofil bűnelkövetők. Ez tehát az a kérdés, amelyre önöktől várunk választ, de vannak még egyéb témáink is. Mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélgetek. A kormány szerint a pedofil nyilvántartás segít elkerülni a veszélyes személyeket, de mint kiderült, az adatbázis csak igen korlátozottan használható. Darabonként 10 millióba kerültek, de most 13 ezer forintért sem kellenek senkinek a járvány idején beszerzett, sosem használt lélegeztetőgépek. A közvetítő cégek milliárdokat kaszáltak. Egy adjunktus nagyságrendileg annyit keres az ELTE-n vagy a műszaki egyetemen, mint a takarító vagy a portás. Több száz oktató tiltakozik. Demeter Szilárd lett a Nemzeti Múzeum igazgatója. Óriási intézményhálózat jöhet létre a vezetésével. Mai vendégeink: Kuncze Gábor, korábbi belügyminiszter. Szakonyi Péter, gazdasági szakújságíró. Ander Balázs, a Jobbik konzervatívok alelnöke. Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs. Jó estét kívánok! Nézzük is rögtön a kérdést, illetve az önök válaszait így az adás elején. Mit gondolnak arról, hogy a pedofil nyilvántartásnak vajon van-e visszatartó ereje? 36%-a, vagy hogy mekkora visszatartó ereje? 36% szerint jelentős, 64% szűk kétharmad szerint nem jelentős ennek a visszatartó ereje. A vendégemet köszöntöm a stúdióban, és hogy miért ez a kérdés, arról nézzük meg a következő kis összefoglalót. A kormány által propagált pedofil adatbázis a gyakorlatban szinte használhatatlan a szülők számára. Már a neve is kacifántos, így hangzik. A gyermekeket sértő, nem életszabadsága vagy más bűncselekményt elkövető személyek nyilvántartása. Ennél is nagyobb baj, hogy hibás információk vannak benne. Az adatbázis szerint például a bicskei igazgató V. János otthon van, holott jelenleg is börtönbüntetését tölti. A Válasz Online tényfeltárása szerint ráadásul az elkövetőkre sem egyszerű rákeresni. Eleve csak akkor tudunk információt szerezni, ha az adott személy teljes nevét ismerjük. Vagyis eleve tudnunk kellene, hogy ki lehet veszélyes a gyerekünkre. Ha viszont arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott településen van-e olyan személy, aki kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaélés miatt a hatóság látókörébe került, akkor semmilyen adatra nem bukkanhatunk. A pedofil nyilvántartás tehát éppen azt a funkciót nem képes betölteni, ami a szülők számára igazán fontos lenne. Amerikában például úgy van, hogy az adott településen meg lehet nézni azt, hogy lakik-e ott olyan, vagy dolgozik-e ott olyan ember, aki ilyen bűncselekményekben valaha érintett volt az elkövetői oldalon. Ez Magyarországon még nem valósult meg, az ügyfélkapun keresztül lehet bejutni. Kiírják a keresetet, annak a személynek a nevét, aki keres, annak a neve megjelenik a keresések között, tehát az a fajta dolog, hogy mondjuk szülőként valaki meg szeretné nézni azt, hogy egy adott településen, ahova költözött, ott van-e pedofil bűnelkövető, az lényegében kiszűrhetetlen ebből az adatbázisból, bár erre az adatbázisra mondja azt a kormány, hogy a balliberális oldal például azt is ellenezte, hogy ilyen adatbázis létrejöjjön Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényének keretében. De egyrészt, amit a kormány, és nevezzük nevén a kormányt, Orbán Viktor mond ilyen ügyekben, az többnyire hazugság, a miniszterelnök hazudik ezekben az ügyekben, de ezt félre is tolhatjuk tulajdonképpen. Csak az a baj, hogy ez a nyilvántartósdi, ez is egy akciónak volt a része, ami a választási kampányhoz kellett, gyermekvédelem címszóval, erre fűzték föl ugye részben a választási kampányukat, még népszavazás is kísérte a dolgot, de egyébként a tartalom már nem volt érdekes, hogy működik vagy nem, az már nem volt érdekes. Most ugyanitt tartunk, ugye a miniszterelnök megpróbálta a köztársasági elnökasszonyt alaptörvény pelenkába csomagolni, amikor kibukott ez az ügy, csak aztán ez nem volt elegendő, most még akkor még szigorúbb lesz, még többet lépünk előre, ahelyett, hogy működő rendszereket építenénk fel a megelőzésben, a védőnői hálózatban, az egész
szülők nélkül nevelkedő gyerek problémában, és persze a nyilvántartásban, az sokkal jobb lenne, csak azt nem lehet akciókkal, hanem az egy éveken keresztül tartó kemény munka lenne. Hát jelzem, a Duma az itt is nagyon hangzatos volt, ugye miszlik beaprítani valami ilyesmit mondott a miniszterelnök úr ugye a pedofilokat. Most az a helyzet, hogy nem a pedofilokat kasztrálták, hanem gyakorlatilag a Jobbik javaslatát herélték ki. Ugyanis én magam voltam az, aki a jogászi csapat 6-6-os közreműködésével, tehát a kodifikáción dolgozó munkatársunk segítségével az igazságügyi bizottság elé terjesztettem egy komplex javaslatcsomagot még 21 márciusában. Akkor ezt lesöpörték, de egyébként korábban is voltak ilyen javaslataink. 16-ban, amikor ezt beterjesztettük, akkor Hollik Istvánnak az volt az egészre a válasz, hogy a jogszabályi környezet az tökéletesen alkalmas ahhoz, hogy rendezzék ezeket a problémás dolgokat. Ez 8 évvel ezelőtt. Kiderült, hogy nagyon-nagyon nem alkalmas. Aztán jött ez a 21-es határozati javaslatunk, akkor ezt lesöpörték, és azt mondták, hogy majd ők előállnak egy olyannal, amiben aztán tényleg minden benne lesz, és nagyon-nagyon jó lesz. Látjuk, hogy mennyire nem működik. Egyébként valóban mi egyébként egy olyan megoldásban gondolkodtunk, mint ami mondjuk az Egyesült Államokban működik. Valóban egy használható, és szerintem, hogy akkor a kérdésre, a nézőknek föltett kérdésre, én magam is, hogyha válaszolhatnék, akkor azt mondom, hogy igen, van visszatartó ereje. Ugyanis minden egyes ilyen pedofil regiszter, az gyakorlatilag úgy működik, mint egy szégyenlista. Tehát ez, amit elkövet, az örök életre ráég, elkíséri, és igenis, hogy kell valamiféle visszatartó erővel, hogy bírjon. A másik pedig, hogy hát, hogyha szülők rákeresnek, akkor adott esetben meg tudják óvni a gyermekeiket is. A középkorban volt egy kegyetlen dolog, amikor a leprásokat megjelölték, vagy csengővel látták el, hogy mindenki tudja, hogy merre mennek. Gyakorlatilag így funkcionált volna ez a regiszter is, de abban a formában, ahogy ezt a Fidesz most kiherélte, teljesen egyértelmű, hogy alkalmatlan erre a feladatra, sajnos. Nem vagyok képes felidézni pontosan azt a keresési mondatot, ami alapján meg lehet találni ezt a regisztert. Ezt hallhatták a bejátszásban, végtelenül kacifántos. Névelővel együtt 11 szó. Precíz. Én nem számoltam meg, de szóval egyrészt már a neve is olyan, hogy ezt nem lehet megjegyezni, ha valaki így rákeres, aki erre rákeres, az a jogász tud nagyjából rákeresni erre a dologra. A másik az, hogy valóban teljes névvel kell ismerni az elkövetőt. Hát most azt hogy? Most egészen komolyan kérdezem, honnan a fenéből tudnánk, hogy kik azok pontosan név szerint, akiket ilyen cselekmények miatt elítéltek? Igen, én azokkal értek egyet, akik szkeptikusan viszonyulnak ehhez, mert tulajdonképpen nem csak ez a bonyolult keresési módszer, azok a hibák, amit a Válasz Online felderített, hogy a pasas nem ott van, ahol a regiszter kimutatja, hanem az a probléma, hogy a felelősség áthárítását érzem én ebben. Mert megcsinálok egy ilyen regisztert, és elvégeztem a dolgom, mondja a kormányzat. Péter, mi a különbség? Rengeteget dolgoztál, rengeteg adattal foglalkoztál már te, és rendszerezted, bemutattad őket, befogadhatóvá tetted őket. Tehát jól vagy rosszul megcsinálni, az ugyanannyi energia, nem? Igen, igen. Legfőképpen, amire céloztál, a felhasználó szempontjából kellene kiindulni, hogy ki hogy keres. Tehát tegyünk föl azt, hogy egy óvoda vezetője jelentkezik egy új munkavállaló, és meg akarja tudni, hogy netán szerepel-e ezen. Mit fog csinálni? Beül a számítógépbe, vagy a laptopba, és beírja, hogy pedofilista. Ki adja erre? Ez a kérdés. Hiszen nem várhatjuk el tőle azt, hogy ezt a 11 szavas bonyolult körmondatot megjegyezze. Tehát ennek valahogy automatikusan kellene egy vészjelzést adni, hogyha beírom a nevet, tehát mondom, azt nem akarok most nevet mondani, mert senkit nem akarok megsérteni ebbe, beírom a nevét a jelentkezőnek, átfuttatja a rendszeren, és megjelenik egy riasztó jelzés, mondat, bármi,
És akkor tudná ő is, hogy itt most észnél kell lenni. Most annyiban viszont akár használható is a rendszer, hogyha megjelenik egy óvodába egy munkatárs, aki jelentkezik, az ő nevét beírják, az viszont talán kiderül, hogy ő pedofília miatt elítélt vagy nem elítélt. Tehát így konkrét személyre így lehet keresni, de pont az, ami esetleg a lényeg volna, hogy ahol lakik, tologatja a gyereket, vagy viszi játszótérre a szülő, ott megtudni, hogy a 100 kilométeres körön belül van egy ilyen elkövető. Bárki, akiről nem is tud, hogy keresnie kell. Hát igen, ahhoz az kell, hogy a lakcím nyilvántartással is például össze kell vezetni. Hát erre külön törvényi szabályozás kellene egyébként. Ez adatvédelmi így problémákat vet föl ez egyébként. Igen, de a kérdés nagyon kényes, meg veszélyes. Tehát hát, ha nincs nekik éppen, kegyelem, akkor... Mert valóban így van. Ha már tudom, hogy hívják, akkor mi a francnak keresek rá, ugye? Vagy ha tudom, jön egy név, és nem tudom, hogy szerepel a nyilvántartásban, akkor van az, amit a Balázs mondott, hogy akkor beütöm a nevet, és elő kell, hogy jöjjön a nyilvántartásból. De van a harmadik is, hogy élek valahol, ahol gyanús dolgok történnek, és akkor arra vagyok kíváncsi, hogy ezen a területen van-e ilyen, mert az amerikai rendszer az ezt is tudja. Igen, pontosan ez neki a... Tehát akkor már a területi elemet is bele kell vinni. Szóval láttuk, hogy egyrészt ugye megszületett Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvénye, népszavazás is volt róla, ha jól tudom, egy már elfogadott törvény, ez ilyen fura, hogy a népszavazásoknak a jelentősége az, hogy a nép közvetlenül követel valamit, amelyről szülessen jogszabályt, meg fordítva volt, hogy már megvan a jogszabály, és akkor a népet megszavaztatják arról, hogy igen vagy nem, miközben már hatályban is van. De ezt a részét hagyjuk, tényleg a jogászkodás, azt most én csak nagyon perverzeknek tudom ajánlani, már ilyen értelemben perverzeknek. Most felülvizsgálják az egész rendszert, és nem tudom, tucatszám változtatnak törvényeket. Miközben ugye azt mondja Hollik István 8 év, vagy a meglévő jogi szabályozás az képes, azon belül lehet rendezni a dolgot. Most akárhogy is csűrjük, csavarjuk, bármilyen rendelkezéseket hozunk, kapnak kegyelmet, nem kapnak kegyelmet, rajtuk marad a bélyeg, nem marad rajtuk a bélyeg. De a probléma az... Egyrészt ott van az intézményrendszerben, az állam azért felelős, hogy a saját intézményrendszerét hogy tartja fönn, és ott milyen lehetőségeik vannak az intézményrendszerbe bekerülteknek. A másik pedig az, hogy a gyermekeket ért visszaélések nagyon-nagyon jelentős része egyébként heteroszexuális családokon belül történik, ami viszont egy egészen másik történet. És nem halljuk, nem látjuk, hogy ezekkel a mélységekkel foglalkozna akár a jogalkotó, akár az intézményrendszer. Ezerszer elmondtam ezeket a dolgokat én magam is. Még egy mondattal visszakanyarodnék akkor a nyilvántartásra, tehát azért mondjuk a pedofil bűnelkövetőknek a személyiségi jogait a potenciális áldozatok védelme elé helyezni számunkra, jobbik konzervatívok számára teljes mértékben elfogadhatatlan. Tehát bárki is hivatkozzék erre, ez minket nem érdekel. Tehát legyen egy olyan nyilvántartás, egy olyan regiszter, mint amilyen akkor Amerikában van, és pont. A másik, igen, valóban, tehát amiről most itt beszélünk, vagy amiről a hírek általában szólnak, az a gyermekvédelemnek gyakorlatilag csak a csúcsa, mint a jéghegynek a csúcsa. Tehát sokkal komplexebb kérdéskör van szó, és azt is lehet mondani, hogy valóban mondjuk akkor az igazi gyermekvédelem az a felelős gyermekvállalással kezdődik. Emlékezzünk csak arra, hogy mondjuk borsodi eset nem olyan régen történt, 10 éves kora óta erőszakolta az apja a kislányt, az anyja tudtával, aki egyébként 2 gyermeket is szült, és a második csecsemőt megölték, ott bukott ki a történet. Tehát valóban nem csak a gyermekvédelmi intézetekben kell keresni ezeket a szörnyűségeket, és ezért mondom, hogy ez sokkal szélesebb, összetettebb kérdést érintene. A védőnőktől elkezdve a biztos kezdett gyerekházak intézményrendszerének a kiterjesztéséig, és legyenek ott azok a szakemberek, a köznevelési intézményekben, akik tudnak a tanárokon, pedagógusokon túl is fordulni, és csak ez legyen a fő feladatuk, hogy odafigyeljenek a gyerekek adott esetben ilyen vészjelzéseire, vagy ott legyenek egy biztos pontként, aki felé a gyermek meg tud nyílni. Szociális munkások, mentálhigiénés szakemberek kellenének, ez viszont nyilvánvaló, hogy sokkal nagyobb állami támogatást és költségvetési forrásokat igényelne, mint amit most erre a magyar állam fordít. Hétfőn is miniszterelnök úrnak is elmondtam, illetve előtte interpellációba, hogy ezeket a kérdéseket is szem előtt kell tartani, hogyha igazi gyermekvédelemről akarnak beszélni, mert ha csak a törvényeket szigorítják, mi azzal egyetértünk, de édes kevés lesz. Tehát itt kellene a megelőzésre és az áldozat segítésre is gondolni, plusz a teljes szociális szférát meg kellene támogatni. Igen, ezzel egyetértek.
Csak még egy gondolatra térnék vissza, hogy ugye most jön majd a még szigorúbb gyermekvédelmi törvény, és a miniszterelnök is, és a Fidesz frakcióvezetője már fenyegetőzött, hogy ők majd egy olyan törvényt fognak beterjeszteni, na azt aztán majd meglátjuk, hogy a ellenzék meg fogja szavazni. Biztos vagyok benne, hogy megint beteszik azokat az elemeket, amelyek nem tartoznak majd a gyerekvédelem körébe, és amelyek miatt megint nem fogja az ellenzék támogatni ezeket. Ugye közvéleménykutatásokból lehetett már tudni, hogy mikre kérdeznek rá. Hogyha ezek... Két héttel ezelőtt azt hiszem a hvg.hu írta meg, így van. És az LMBTQ közösség tagjaival szemben szigorú fellépést azt támogatnának. Egyre igen, vagy bűncselekménynek számít, ha a népszerűsítése, szóval hasonló dolgok. Ha ezek lesznek benne, az ellenzék nagyon helyesen megint nem fogja támogatni, és akkor megint nem arról lesz szó, amiről itt az imént hallottunk, meg amiről én is beszéltem az elején, hogy egy egész rendszer működik rosszul, vagy nem működik szemmel láthatóan, ahelyett kellene, például azokból az elemekből, amelyekről az imént Balázs beszélt, egy új rendszert felépíteni, a pénzt is mellé rendelni, és aztnak az ellenőrzése, annak a működésének a ellenőrzése. Mi egyébként támogatunk a gyerekvédelmi törvényt, bocsánat, ez fontos dolog, mert kormánypárti részről sem szokott hangozni, hogy hát az ellenzék nem támogat. Az ellenzéken belül volt egy párt 21-ben, ez pedig a Jobbik, amelyik elfogadta a gyermekvédelmi törvényt. Elmondtuk egyébként a konstruktív kritikáinkat is, elszállt az éterbe, semmit nem foglalkozott vele a kormány. Éter. Én csak egy dologról, egy nagyon kevés szó esett, hogy a bicskei ügy kapcsán pattant ki ez a tényleg egész országot megbolygató történet, és nagyon keveset beszéltek arról, hogy ez milyen volt ez a bicskei otthon. És én beszéltem több emberrel, és egyértelműen felső fokokban beszéltek az ott folyó munkáról. Tehát semmi se fekete-fehér, ezt rögtön hozzáteszem, de ott ilyen kis családokba nevelték a gyerekeket, fantasztikus képzéseket kaptak. Tehát akik ott voltak és akikkel beszéltem, azok mind azt mondták, hogy ez egy csodálatos dolog. Én attól félek, hogy ennek az ürügyén ezt a kísérletet mondhatjuk úgy, ezt is megszüntetik, ezt is egy rossz iránynak veszik, márpedig csak itt emberek voltak galád, rossz attitűddel, és csinálhatták ezek szerint több mint 10 éven keresztül. Tehát ez az utóbbi az, ami nem lehet napirendre térni, ami úgy gondolom, hogy vérlázító, hogy hány jelzést hagytak figyelmen kívül, úgy a főváros, mint az illetékesek, és egyszerűen nem vettek tudomást arról, hogy mi folyik ott a nagyon szép és nagyon tetszetős oktatási kísérlet mellett. Arról tudunk-e vajon, hogy vannak-e arra vonatkozó mérések, valamilyen fajta eredmények? Egy nagyon érzékeny, tehát a szociális vagy az ellátó rendszeren belül is rendkívül érzékeny a gyermekvédelemnek a rendszer, és az intézményesítetre gondolok, tehát az otthonokra, a nevelőszülői hálózatra, jelzőrendszerre, védőnökre és a többi, ahonnan elvileg az információk meg kéne érkezniük arról, hogy mely rétegekben, hol, milyen ponton vannak veszélyben a gyerekek. De például korábban elfogadott gyermekvédelmi törvény alapján arról tudunk-e, hogy hány gyerek mentesült bizonyos veszélyektől, vagy került jobb körülmények közé, lett biztonságosabb az élete azáltal, hogy a könyveket lefóliázzák a boltokban? Igen, ez egy jó kérdés. Szerintem az utánkövetése a rendelkezéseknek az pont ebben az esetben rendkívül fontos volna. Megint csak egy pótcselekvés, egy gumicsont, amit egyébként a kormány nagyon ügyesen beszokott vetni. Most nehogy már ez legyen tényleg a fő probléma. Tehát olyan influencerekhez, youtuberek, tiktokerekhez,
fordulhatunk, vagy vehetjük az ő példájukat, akik több százezer gyerekhez érnek el, míg mondjuk a lefóriázott könyvek iránt 5-6-7 vagy országosan 10-20 gyár megérdeklődne. Tehát ez a problematika igazándiból ilyen boomer problematika, mert az idő, a technika az döbbenetes módon elszállt, és hogyha a kormány valóban erre figyelni akarna, akkor itt fel kellene tenni a kérdés, hogy de mi van kérem szépen azokkal, akik mondjuk ezt a dolgot nem egy könyvben úgymond propagálják, hanem a TikTokon terjesztik, és nem néhány tucat gyermekhez jut el, az, hanem több százezerhez adott esetben, és erre nincsen a válasz. És ezért mondom azt, hogy ez a kormány részéről is gumicsont, amire a média is, meg mindenki, a baliberális értelmiség ugrik, valójában egyébként a probléma, az pedig megoldás nélkül marad. És akkor, hogy hadd kanyarodjak megint csak vissza, hogy az intézményes állami nevelésbe vett rendszert, hogyha nézzük, 23 ezer gyermekről beszélünk. De Magyarországon 1.800.000 18 évnél fiatalabb gyermek, illetve fiatal van. Közülük 100 000-en élnek sajnos olyan családba, ahonnan gyakorlatilag bármikor ki lehetne őket emelni, és nem csak azért, mert hogy szegények, és akkor a gonosz állami szervek elviszik a szegény szülőktől a gyerekeket, nem csak erről van szó. Olyan helyre születtek, ahol valóban nem adottak a nevelés feltételei, antiszociális állampolgárra neveli őket, a drogfogyasztó, prostituálódott, bűnöző szülő adott esetben. Ezzel is kellene valamit kezdeni, de nincsenek ezekre válaszok. Irtózatos pénzeket és odafigyelést igényelne mindez. Az a helyzet, hogy az irány az egyébként az lenne, hogy a nagy intézetekből kis csoportokba, családokba elhelyezni a gyerekeket. És kifejezetten szorgalmazta ezt a kormány a nevelőszülői hálózattal. Hát igen, csak ugye azt finanszírozni kell, azt működtetni kell, azt segíteni kell, és persze utána meg ellenőrizni kell a működését. Most azért nincsenek visszajelzések, mert valójában a rendszer egésze semmilyen módon nem változott meg, következésképpen a mérő rendszerei se változtak meg. Az egész, mondom még egyszer, sajnos kampányfogás volt. Önök szerint tehát mekkora visszatartó ereje a pedofil nyilvántartásnak, amiről beszéltük, hogy jelen állapotában mit képes nyújtani? Jelentős, mondja a válaszadóink 37%-a, és nem jelentős, így gondolja a válaszadóknak, vagyis önöknek a 63%-a egy nem reprezentatív önkéntes válaszadáson alapuló mérésben, amelyre még fél órán keresztül nagyjából van lehetőségük az online felületeinken. Éljenek a lehetőséggel, most néhány perc szünetet tartunk, aztán jövünk azzal, hogy hogyan tudja az értékét egy nem használt tárgy 10 millió forintos értékét úgy elveszíteni, hogy utána már 13 ezer forintért sem kell senkinek, hogyha befektetési tippeket akarnak, akkor nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Maradjanak velünk. Ön szerint mekkora visszatartó ereje a pedofil nyilvántartásnak, már legalábbis annak, ami Magyarországon van, ez a kérdésünk önökhöz, jelentős, mondja a válaszadók 36%-a, 64% pedig azt, hogy nem jelentős. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk, vendégeim a stúdióban továbbra is Kuncze Gábor, korábbi belügyminiszter, Szakonyi Péter újságíró és Ander Balázs, a Jobbik Konzervatívok alelnöke. Velük folytatjuk azzal a témával, amit már említettem a szünet előtt, nevezetesen egy elég rossz befektetési tippet tudok adni önöknek, bár volt, aki a másik oldalon meg nagyon jól járt, de ez általában már csak így szokott lenni a befektetéseknél. Mutatunk három állítást, nézzék, mindez azzal összefüggésben, hogy lélegeztető gépet vettünk, meg próbálunk elárverezni, és több mint 10 millió forintba került darabja a lélegeztető gépeknek, ennyit fizetek az adófizetők érte. A berendezések egy raktárban porosodnak, ott a dobozban kicsomagolatlanul jár le rájuk a garancia, és hát egy árverés, ami egy felszámolási eljárás után a külügyminisztérium, illetve az állam szeretne ebből valamennyit viszont látni, mert hogy egy közvetítő cégen keresztül folyt ez az ügylet. 13 ezer forintot sem hajlandó adni senki ezekért a gépekért, tehát egy 10 millió forintos egészségügyi infrastruktúrára szánt befektetésből 13 ezer forint sem jön vissza gépenként. Több száz gépről van szó, és ez csak egy darab úgynevezett portyázó közvetítő cég, ahol ez megtörtént. Nyilván ezek a cégek egyébként, láttunk már ilyet, milliárdokat kaszálnak, ezen beszerzik valahol valamennyire, eladják az államnak sokkal többért, aztán utána például felszámolási eljárás indul ellenük, miután természetesen valaki a több milliárdos hasznot kivette. Most csak azt pontosítjuk azért, hogyha 16 ezer gépet vettünk, és több mint 300 milliárdba került, akkor darabja 20 millió forintba kerül.
Volt ugyan egy 10 millió forintos is, amit a Vácon gyártottak, az magyar fejlesztés lett volna, abból 1000 darabot vettek, amikor már megvolt a 16 ezer. Ezt ugye össze lehet vetni azzal, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy legalább 8 ezerre van szükség Magyarországon. Merkeli Béla azt mondta, hogy 1500-2000 működtetésénél többre nincsen személyzet, és egyébként a csúcson, amikor a legnagyobb csúcs volt, akkor 1528-an voltak az országba lélegeztetőgépen, kidobtuk a több mint 300 milliárdot, de azt is lehet tudni, hogy... Valaki meg megkeresett. Ez az, hogy 25 cég foglalkozott a beszerzéssel, ebből 10 volt magyar, és ebből a 10 magyarból csak 2 volt olyan, amelyik korábban foglalkozott ilyen egészségügyi berendezés beszerzéssel, a többi az vagy akkor alakult, vagy gyorsan átalakították, és ezeknél kimutatható a kapcsolatrendszer kormányzati tényezőkhöz, fideszesekhez, és ez úgy ment, hogy közbeiktatták ezt a kereskedőt, aki megvette mondjuk Kínába az egyébként nem nagyon használható gépet, és lényegesen többére eladta a magyar államnak, óriási haszonra tett szert. Ezeket a 10 milliárdokat kivették osztalék formájába, és a cégek nagy részét megszüntették. A külügyminisztériumban meg már 21-ben megsemmisítették azokat a dokumentumokat, amelyek ezeknek a beszerzéseknek a folyamatát dokumentálták volna. Ezt úgy végignézte a magyar bűnüldözőrendszer élén a legfőbb ügyésszel, senki nem csinált semmit, és elloptak hát bele a kis zsebükbe 60-70 milliárd forintot legalább. Szégyen. Ugye ezt a témát miért vesszük elő éppen azért, mert hogy az elmúlt napok híre egy ilyen árverés, ahol az egyik felszámolás alatt lévő cégnek a tulajdonában álló eszközöket, azokat árverésre bocsátották, a külügyminisztérium, illetve a kormány szeretne visszanyerni valamennyit abból a pénzből, amit ezen a cégen keresztül elköltött a lélegeztetőgépekre. Ez ugye úgy lehetne megtenni, hogy a lélegeztetőgépeket eladják, senki ember nincs a világon, akinek ezek kellenének, és hát ez az árverés, ez éppen a napoknak a híre. Most már sok lépcsőben ment lefelé az ár, ez volt az utolsó, hogy 13 ezer forintért sem kellett senkinek a korábban 10 millió forintért megvett gép. Nem csoda, hogy nem kellett. Gábor egy fél mondatban célzott erre, hiszen ezeknek a gépeknek egy jelentős része alkalmatlan volt arra a feladatra, amire vették. Tehát ez valami leegyszerűsített ilyen NDK levehető sajta, hogy turmix gép lehetett, talán, amit... Hát ezek a légzéssegítő gépek, ezeknek van helye bizonyos terápiákban, igen, csak hogy itt intenzív kezelésre, nem erre. Csak nem erre. És ugye érdemes, most már elfeledkeztünk arról, hogy még ment a Covid-járvány vastagon, mikor Szlovéniában rendőrségi bűnügyi eljárás kezdődött, mert a magyar ár harmadáért vették a gépet, és az túlárazottnak tekintették. De ezt is túlárazottnak tekintették, és bele is bukott egy miniszter. Tehát ott nem volt következmények nélkül ez az egész eseménysorozat, és ez a példátlan rablás, mert ezt nyugodtan szerintem rablásnak nevezhetjük, hiszen a legnemtelenebb rablásról van szó, a betegség egy járvány ürügyén nyúltak le ennyi pénzt. A pofátlan lenyúlásnak a kormányzati csimbora szója, vagy éppen az ostoba pénzszórásnak a tankönyvi esete. És a másik, amit belügyminiszter úr is említett, ugye itt 20 hónappal a tranzakciót követően ledarálták azokat az iratokat, amelyekből talán valami kiderülhetett volna, hogy az állampolgárok számára is. Egy egyszerű vállalkozónak, bárkinek egyébként éveken keresztül ugye meg kell őriznie a számlákat, a hivatalos papírokat, a NAV felé, számon is kérheti őt az állam. Az állam ilyen formán pedig egy undorítóan rossz példát mutatott ezzel is. Döbbenetes, ugye, amire utaltam ez az eset, ez éppen egy ilyen 176 milliárdos történet lehetett, ez volt az a maláj közvetítőt, közbeiktató akció, amikor ugye a kormány hivatkozik arra, hogy milyen tökéletes, nagyon jó kapcsolatai vannak Kína felé. Teljesen érthetetlen, hogy akkor miért kellett, illetve dehogy érthetetlen, tökre érthető mindenki számára leesett, hogy miről szólt itt az egész történet. Szóval miért kellett ezt a közbűnöső láncszemet oda beiktatni az egész beszerzési folyamatba? Azért, mert valakik nagyon-nagyon jól jártak. Ahelyett egyébként, hogyha már mindenképpen venni akart volna a magyar állam, ilyesmit, akkor közvetlenül fordulhattak volna Kínához,
mert ez a maláj száll, ez onnét hozta be. Még van egy csavar ebben a történetben, és a magyar kormány közvetlenül tárgyalt kínai tisztségviselőkkel erről a kérdésről, megállapodtak, hogy jó, akkor lesz, és ott akár alá is lehetett volna írni az üzletet, de nem az volt, hanem majd holnap lesz aláírva, jönne majd egy közvetítő cég, és ő fogja aláírni. Illetve az ostoba pénzforrás, hogy 2500-at lehetett volna egyébként csúcsidőben is nagyon-nagyon maximum felhasználni. Tehát ez nem úgy történik, hogy mancikát odaállítják, és gyorsan kiképzik a takarítónőt, hogy használjon majd, alkalmazon ilyen lélegeztetőgépet. Tehát ez komoly szaktudást igényel, mert adott esetben egy rossz beavatkozás, az még nagy jobb kár tud okozni. Nem csak a géphez kell érteni, hát az emberhez. Ennek ellenére 2500 helyett gyorsan beszereztek 17 000 darabot. És hogy mennyibe hasonlít a előbb korábban megtárgyalt témához, hogy ugye van egy kampány, egy akció, egy nem tudom, ez hurrá, milyen jók vagyunk, és egyébként ott van mögötte a megbukó köztársasági elnök, a volt igazságügyminiszter, mert egyébként a mögötte semmi nincsen, csak a botránya, a szörnyűségek. Most itt ugyanez a helyzet, én olvastam annak idején 2020-ban olyan cikket, hogy lélegeztetőgép nagy hatalom leszünk, mert majd 100 000 főre nálunk 163 lélegeztetőgép jut, míg Amerikában csak 100 000 főre 24. Tehát mi világelsők leszünk, és a végén ugye ezt... Összejött egy darabra, megvan, nem? De persze, de ez az, hogy az emberek elolvasták, fantasztikus, ugye a portyázók és a fürkészek micsoda sikereket arattak, a másik oldalon pedig ott van, hogy egy őrült mennyiségű pénzt az ő zsebükből egyébként elloptak. Tehát van a reklám és van a valóság. Így működik ma az ország. És itt a raktárkapacitás kihasználása is egy kulcskérdés, hiszen ennyi gépet lehet tárolni. Az idősebbek még emlékeznek, hogy az első Orbán kormány idején a stadion beléptető rendszerekkel ugyanez történt. Ugyanez volt, így van. Ugyanez történt. Beszereztek Isten tudja hány milliárdért gépeket, amik alkalmatlanok voltak arra, hogy a stadionok beléptetését megoldják. De előtte ott is ott volt a kampány, hogy rendet teszünk a stadionokba. És az apró és le kell hajolni, ugye 90 millióba került tudomásom szerint havonta, ugye ezeknek a lélegeztetőgépeknek. 87, de igen, a nagyságrend az ez. Helyel közeléve szinten az is 1 milliárd forintot visz el az adófizető polgároknak a zsebéből. Ha tudom, akkor építek én egy raktárat, és azt mondom, hogy én 800 millió is. Én meg veszek bele lélegeztetőgépet. Igen, ami marad, azon megosztozunk. Igen. Nem mindenhol vannak ilyen jó anyagi kondíciók azok számára, akik okosak, és tenni akarnak a hazáért, meg a felnövekvő nemzedékekért. Magyarország két, a legpatinásabb egyetemei közül kettő az, ahol komoly felzúdulás van. Mutatjuk is, hogy miért. Az ELTE után a BME dolgozói is nyílt levélben azonnali 50%-os béremelést követelnek. A BME-s levélben példaként említik, hogy egy PhD fokozattal rendelkező egyetemi adjunktus havi alapilletménye bruttó 277.200 forint, ami csak különböző munkáltatói kiegészítésekkel éri el a törvényben előírt bruttó 366.600 forintos diplomás bérminimumot. Hasonló a helyzet az ELTE-n is. Naszódi Márton az ELTE természettudományi karán dolgozik félállásban docensként. Jelenlegi havi bruttó bére 194 000 forint, amit rendkívül megalázónak tart. A környező országokban levő oktató bére az legalább kétszerese gyakran, ennél magasabb is annál a bérnél, mint amit mi kapunk. Ennek az eredménye az, hogy az oktatás színvonala és a kutatás színvonala egyértelműen, de gyakran a hallgatók számára nehezen érzékelhetően esik. A színvonal esés pedig, mint mondtam, akkor mutatkozik meg, amikor a tanító megy be informatika órát tartani, vagy a rendszergazda tartja a matematika órát, hiszen amelyik tanár teheti, inkább külföldön vállal munkát. Itt arról is szó van, hogy aki kikerül az egyetemről, friss diplomás és mondjuk tanítói diplomája van neki, az bemegy valamilyen szaktárgyat
oktatni. Egyébként ott már jobban keres, tehát egy pályakezdő tanár az jobban keres, mint egy egyetemi adjunktus ezeken az egyetemeken. Nincsen föltétlen központilag meghatározott bértábla, hogyha jól tudom. Nyilván van egy diplomás bér, vagy minimál bér, amire jókkal tartanak igényt azok, akik egyetemen tanítanak. És itt azért olyanokról beszélünk, csak hogy az összevetést értsék, annyit keres egy adjunktus, ez a 270-80 ezer forint bruttóban, mint amennyit ugyanabban az épületben a takarító vagy a portás. Ezek nagyjából a viszonyok. BKV sofőrnek, hogyha jól tudom, oda majdnem háromszor ekkora pénzért keresnek embereket. Ez évek óta probléma, de hát... A közoktatásra most, fókuszáltuk az elmúlt időszakban, és ez így kimaradt nekünk a fókuszunkból. Ez úgy maradt, ahogy 10-15 évvel ezelőtt is volt. Én majdnem két évtizedig tanítottam az ELTE-n, és olyan abszurd dolog volt, hogy egy óra megtartásáért 1500 forintot kaptam, miközben a parkolás ennek a duplájába került. Tehát, és ez nem volt kirívó eset. Tehát sajnos az egyetemi oktatással, a felsőoktatással is ugyanaz a helyzet, mint a közoktatással volt, csak most ugye megbillent az egyensúly, mert a közoktatásban egy jelentős bérfejlesztés, ami egyébként csak némileg kompenzálta az elmúlt évek inflációját, míg a felsőoktatásban pedig maradt minden a régibe. Tehát ez tarthatatlan állapot. Ebben igaza van mindkét egyetem dolgozóinak, úgy gondolom. És itt van az átalakítás, az egyetemi átalakítás, az alapítványokba szervezés, az, hogy például Európai Uniós kutatási együttműködési forrásoktól ezek az intézmények hogy esnek el, és mi a helyzet azokkal az egyetemekkel, amelyek nem álltak be ebbe a sorba. Ezek közt van például a Zenakadémia is, ahol arra kérik a diákokat, hogy álljanak be vizsgáztatáskor, meg egyéb alkalmakkor segíteni, mert nincsen ember, ugyanis nincsen pénz. Azért az egekbe nem eljük itt a kormányzat béremelését, amit a közoktatásban lebonyolított, tehát az a 32,1%-os emelés, az helyel közel gyakorlatilag az elmúlt évek inflációját fedezte. Ha megnézzük, hogy a reálbérek, mert hogyha megnézzük, hogy milyen kispénzűek, ugye a tanárok és mondjuk ott az élelmiszerinfláció, ami világrekordokat döntögetett itt Magyarországon az elmúlt években, mekkora volt, akkor azt kell mondani, hogy igazándiból maradtak a pénzüknél, ami nyomorúságos volt 2-3, meg 4, meg 5 évvel ezelőtt is. Tehát ne tőlük sajnáljuk, hogy most mekkora lett nyilván, hanem valóban arra hegyezzük itt ki a dolgot, hogy kimaradtak ebből az emelésből nagyon sokan, akiknek ez viszont megjárt volna, és hogyha igazat adunk annak a Széchenyinek tulajdonított mondásnak, amely szerint egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik, akkor nézegessük már meg itt a statisztikákat. Magyarországon a fiatal diplomások aránya, tehát mondjuk akkor a 25 és 34 év közötti diplomások aránya, az Európai Uniós összevetésben talán hátulról a harmadik, a 32%-kal. Tehát ott van mögöttünk mondjuk Románia. De nekünk nem ez lenne a követendő példa, hanem az ír modell, a hollandok, a svédek, vagy lehetne egyébként innét a környékről is keresgélni, mert a szlovéneknél például 45%-os ez a mutató, az íreknél 50% fölött van jóval. Tehát hogyha mi azt akarjuk, hogy itt nagy hozzáadott érték képződjön ebben az országban, és kiművelt emberfők sokassága adja majd annak a gazdaságnak a gerincét, amivel mi előre tudunk lépni, és valóban egy versenyképes gazdaságot, versenyképes országot tudunk teremteni, akkor ezeket a fiatal kutatókat meg kellene becsülni. Hát hogy a fenébe maradjon így itt ezért? Idefelé jövett, megnéztem, direkt ezért egy álláshirdetést. Nem akarok reklámot csinálni, ez Aldi volt egyébként. Szárazáru raktárba takarítót keresnek 463.700 forintért. Egy boltvezető helyettes szintén ott 660, az a minimum, de majdnem 800.000 is lett, tehát boltvezető helyettest keresnek, ennyit fizetnek. Ezeknek a fiatal kutatóknak, adjunktus, docens, elhangzott itt a fölvezetőben, hogy milyen nyomorúságos és szégyenteljes a fizetése. Ez egészen egyszerűen tarthatatlan, és hogyha itt a kormányzat annyiszor elpuffogtatja, hogy versenyképes országot meg gazdaságot akarnak építeni, hogy a fenébe lesz ebből az? Mert te még hiszel a mesékben. De szóval, hogy is? Mert ugye megint a rendszer, hogy ez a mese, utolérjük Ausztriát, olyan, 30, de korábban 20-ra volt csak az eltelt, úgyhogy most 30-ra,
minden a távolban helyeződik a sikeres magyar nemzetésítő, de hogy mitől lesz sikeres, az nincs meg. Mert annak például az egyik nagyon fontos eleme lenne az oktatás. És az oktatás rendszere is romokban hever, a középfokú oktatás és a felsőoktatás is megy abba az irányba. Ugye mert általában a gyerekek helyzetéről meg már beszéltünk, nincs meg az a világos irány, ami a kormány tevékenységét jellemezni a szövegeken kívül, mert ugye azt még ugye nem hirdették meg annak idején, hogy majd veszünk egy repülőteret őrületes mennyiségű pénzért, vagy akkumulátor földet csinálunk Magyarországon, és még ott nem tudjuk, hogy mennyi pénzért, mert most abban nem akarok belemenni, de az energia, víz, meg egyéb problémákat majd nekünk kell fizetnünk. A kínaiak már azt mondják, hogy ők fogják majd inkább megépíteni a saját energiaellátásukat, mert hogy Magyarországon nem áll rendelkezésre. Igen, jelenleg a megfelelő. Igen, hát jaja, csak ugye akkor az úgy volt, hogy annak idején, hogy mi megépítjük a gázerőműveket, csak ez nem sikerült, hát ők majd megcsinálják, és kifizettetik velünk. Mert ugye ez a tegnapi műsorban hangzott el valakitől, hogy milyen jó, hogy ők építik, mert akkor nekünk több marad ezekre, amiket mi akarunk csinálni. Na ne, hát a Belgrád vasútvonal az hitelből menne, a Szudán Egyetem az hitelből menne, amit nekünk kellene kifizetnünk. Azért ezek nem csekonicsok, akik csak úgy osztogatják a cuccot. Volt egy megállapodás, idehozza a gyárat, ti adjátok az energiát. Jó, nem, ha mi építjük, majd akkor kifizetitek. Csak vissza a témánkhoz, hogy jó, a középiskolákban most valami kis rendezés valóban történt. Én szívesen látom volna egyébként, ha a felsőoktatásban dolgozók kiállnak akkor, amikor a középiskolákban követelik a béreket, mert nem látom, hogy nagyon melléjük álltak volna. Remélem, hogy visszafelé ez most működni fog, mert tényleg így van, hogy ez a jövőnk. Ez a jövőnk. Az akkumulátor az rombolja majd a jövőnket, az oktatás fejlesztése az megjavíthatná a jövőbeli esélyeinket, de így nem fogja. Csak egy megjegyzés ahhoz, hogy Ausztriát utolérjük, ha az egyfőre eső GDP-t nézzük, ahhoz, hogy utolérjük Ausztriát, Németországot is meg kéne előznünk. Mert hogy hát azok Ausztriában magasabb az egyfőre eső GDP. A Lázár meg a Mariska megmondták, hogy azok már csődbe vannak, összeomlottak, tehát azok le. Már meg is előztük őket, csak nem vettük. Nézzük, hát nézzük már meg az egyfőre jutó fogyasztást. Tehát amikor lassan most már csak Bulgáriát előzzük meg, vagy azokat sem az unión belül, akkor ez egy olyan az lenni a másik válasz. Igen, de Magyarországon meg a megtakarítási arány magasabb, és akkor, hogyha innen nézzük, akkor... Jó, azért nem esznek, jó. Ez egyébként, tehát hogyha nagyon sok emberrel beszéltem gazdasági téren, és tényleg elemzőkkel is, és befektetőkkel, cégtulajdonosokkal, ezt az évet a kormányzati optimizmussal szemben nagyon sötéten látja mindenki. És erre az decemberben meglátjuk, hogy ilyen. Így van, és ugye ünneplik most, hogy az infláció lement januárba 4% alá, közel se biztos, hogy ez nem fog visszakunkorodni. De azért rukkoljunk annak, hogy nem. De persze, az nagyon jó lenne, csak ez engem sokkolt az elmúlt napokban, hogy mennyi rossz előrejelzést vagy megérzést közvetítettek felém, és mondtak el tényszerűen, hogy hogy állnak megrendelésekkel, hogy látják a nyersanyag problémát. Az energia az úgy tűnik, hogy az most már konszolidálódott, de minden egyéb más sajnos rossz trendet mutat. Menjünk tovább, mert hogy talán egy picit nem így szándékoztunk, hogy ez így most esik le nekem igazából, hogy keretes szerkezetbe zárjuk ezzel a műsort, hogy megvan a Nemzeti Múzeumnak az új főigazgatója, talán emlékeznek rá, hogy El Simon Lászlónak azért kellett távoznia, mert egy sajtófotó kiállításon olyan fotók is szerepeltek, amelyen a képleírásból kiderült egyébként, hogy itt homoszexuális pároknak az idősek otthonáról volt, hogy semmi ilyesmit nem tartalmazott egyébként a kép, tehát hogyha ezt a képleírást nem nézte meg valaki, akkor nem volt erre utalójel. Ennek ellenére El Simon László nem fóliázta le akkor a Nemzeti Múzeumot, a Mi Hazánk pedig ebbe a sztoriba beleállt, amelynek következtében Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvénye értelmében, illetve annak a be nem tartása miatt El Simon Lászlónak távoznia kellett. Megvan az új vezetője a Nemzeti Múzeumnak, és forradalom
indul. Nézzük. Demeter Szilárd lesz a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Ezt kedden este jelentette be a kulturális és innovációs miniszter az állami tévében. Csák János elmondta, létrehozzák a Széchenyi Ferenc közgyűjteményi központot, amelyhez 6 intézmény fog tartozni. A Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Vendéglátóipari Múzeum. A miniszter arról is beszélt, hogy Demeter Szilárd forradalmat ajánlott a pályázatában, egy ütőképes intézményrendszert, amely a Lándzsa-hegyeként képes megmutatni a magyar kiválóságot. Szóval valami jobb, nagyobb jön azután, hogy Elsimon Lászlónak a gyermekvédelmi törvényben nem tartása miatt távoznia kellett az intézmény éléről. Mire számíthatunk? Azt tudjuk, hogy Demeter Szilárdnak van lendülete, hogy egészen finoman fogalmazzak, másfelől meg azzal együtt, hogy a nyilvánosságban tőle hallott korábbi megszólalások, azok sok esetben visszatetszéseket keltettek, akik viszont munkakapcsolatban vannak be vele, azok úgy rendre azt mondták, hogy simán megértik vele a szavukat, lehet vele haladni, vannak víziói, meg hagy másokat is élni és dolgozni. Tehát ő egy nagyon összetett személyiség, de lendület az kétségtelenül van. A központosítás, már pedig itt erről van szó, az már egyszer bevált. Tehát az oktatásban bevált a központosítás, kiválóan működik, ezt azt hiszem minden szülő és gyerek tapasztalja, hiszen ha az iskolában mondjuk elromlik a lift, vagy a hőközpont, akkor biztos, hogy legalább egy hetet kell várni rá, míg megjavítják. Tehát a központosítás előnyeit élvezzük, és hogyha egészségügyről nem is beszélve, úgyhogy ha most a múzeumokkal is ez lesz a kérdés, akkor én nem tudom, hogy minek nézzünk elébe. Most az az ernyőszervezet, ami alá bekerülnek majd ezek az intézmények, hogy ez még nem tiszta, nem világos, nem tudunk részleteket, hogy itt gazdasági vagy menedzsment jellegű központosítás van, vagy pedig a kulturális koncepcióknak lesz egy ha nem is feltétlen központosítása, de mondjuk egy ilyen egy irányba terelése, és ilyen értelemben, mint a Lándzsa-hegye, a magyar kiválóságot azt jobban meg tudja majd mutatni, ebben még akár ráció is lehet. Ebben a koncepcióban azért van fantázia, tehát csak azért, mert egyértelmű, hogy hova lehet bekötni Demeter Szilárdot, ne írjuk le ezt az elképzelést, viszont azért hadd kanyarodjunk már megint csak vissza egy olyan megkerülhetetlen kérdéshez, amit az előbb is előbukkant az egyetemi oktatók kapcsán. A közgyűjteményi, közművelődési szféra volt az első Magyarországon, amelynek ugye dolgozóit gyakorlatilag kivezették a közalkalmazotti státuszból. Akkor ott beígértek nekik egy béremelést, ami egy nevetségesen alacsony, megalázó valami volt, és igazán volt ez a rendezés azóta sem következett be, tehát bármilyen szépen hangzó koncepció is jöjjön, megint csak oda tudunk visszakanyarodni, hogy itt szakemberek dolgoznak. Olyan szakemberek, akik ezt az egész intézményhálózatot, akkor itt most csak fél tucat intézményről volt szó, amit egy ilyen Lándzsa-hegyé kovácsolna, de hát azért ott van a teljes vidéki Magyarország is, és ez a koncepció nyilván valamilyen formában akkor majd arra is kihatna, tehát ezeket a szakembereket ugyanúgy meg kellene becsülni, mint ahogy egyébként az egyetemi oktatókat meg kellene becsülni, és hogyha ez nem történik meg, akkor jöhet bármilyen szép terv, jöhet bármilyen fantáziadús álom, az a helyzet, hogy nem lesz, aki ezt végrehajtsa, mert el fognak vándorolni, mert óriási lesz egyébként a szakember hiány is ebben az ágazatban, mint egy csomó másik területen Magyarországon, és hogyha a mindenkori magyar kormányzat erre nem talál megoldást, és nem becsüli meg ezeket az embereket, akik valóban a kultúrát, tehát a kvinteszenciáját ennek a nemzetnek hordozzák, őrzik, ápolják, akkor megette a fene az egészet, ezeket a terveket is, sajnos ezt kell, hogy mondjam. És nem látunk egyébként erre vonatkozóan ötleteket, hogy akkor ezt hogy is kívánják rendezni. Én esetleg nekem úgy tűnik az elmúlt hónapokban, mint hogy ez a kultúrharcos hevület legalábbis a harson a nagy tüdővel történő megfújása, mint hogy kicsit alább hagyott volna. Nem? Lehet, lehet. Ez írtó fura, itt a múzeumok felsorolásánál, ugye ott volt az Iparművészeti Múzeum, ami 5 éve semmit nem csinálnak, be van állványozva,
És mi csak régi képet mutattunk róla, mert ott még egybe volt. Hát igen, igen, ugye arra nagy tervek voltak, hogy megépítik a korábban abban félben maradt épületet, és egy csodálatos múzeum lesz, ott áll bezárva, fölállványozva 5 éve. Hát lehet, hogy 6 múzeum fog most csatlakozni ehhez a csoporthoz, de hát bezárt múzeum mit ér? Hát már kinyitják. Kunce Gábor, jó egy fél perc. Én nem ismerem Demeter Szilárdot, és jól van ez így. Na jó. Ön szerint mekkora visszatartó ereje a pedofil nyilvántartásnak? Jelentős vagy nem jelentős? Ezzel kezdtük a műsort. 35%-a szerint a válaszadóinknak jelentős, 65% szerint pedig nem jelentős. Szakonyi Péternek, Kunce Gábornak, Ander Balázsnak köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig a késő estig tartó figyelmet. Holnap Emília várja majd önöket, jó éjszakát, vigyázzanak egymásra is, mondom, és viszontlátásra.